Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt 10 évben az Európai Unióban, és ezen belül Magyarország a kimondottan alacsony bűnözésű rátájú országok közé tartozik, ahol például a rablások aránya az összes vizsgált ország közül a legkisebb volt, állítja az a felmérés, amely 2007-ben 18 európai országban vizsgálta, hogy az emberek miként látják a bűnözés-bűnöldözés helyzetét, írja a kitekintő.hu. Az előbbi információknak azonban ellentmondva, környékünkön nem tapasztalható a bűnözés mértékének csökkenése, sőt, az emberek egyre inkább érzik úgy, hogy ingóságaikat jobban kell védeni, mert a helyzet a bűnözés terén az elmúlt években csak rosszabbodott. Gondoljunk csak arra a párosra, akik községünket körbejárva fosztottak ki több házat. Aztán a folyamatos betörések például a Hangonyi civilházba, a községi önkormányzat falugondnoki raktárába, a Pityergő vedeldébe, vagy éppen az elmúlt héten a Sikipékség Hangonyi üzletébe, amikor még a római katolikus templomba is megpróbáltak bejutni ismeretlenek. Ezen túl a színes fém tolvajlás sem mutat javuló tendenciát, hiszen több háztól tűnnek el különféle fémek, és szedik fel a kocsi átjárókat, csatornafedeleket. Újabban pedig a szombat éjszakai kocsirongálások is terjedőben vannak, amelyre jó példa október 4-i jele, amikor több gépjárművet is megrongáltak Felső Hangonyon. Ezek miatt a történések miatt az Eleven Televízió várja azoknak a hangonyi lakosoknak a jelentkezését szerkesztőségébe, a Hangonyi Civilházba, akiket valamilyen hasonló károsodás ért az elmúlt években. Jöjjenek el és meséljék el történetüket. Találjuk ki együtt, hogyan akadályozható meg társadalmi összefogással a bűnözés további terjedése.